A Dobó István Vármúzeum állandó és időszaki kiállításokat is rendez. Az Egri Borkóstoló a Szőlőművelés Öröksége című virtuális tárlat, melyet a múzeum munkatársai készítettek, elnyerte az év virtuális kiállítása címet. Gratulálunk már előre. Jelenleg pedig Szilvásváradon nyílt egy kiállítás a régészeti kutatások során előkerült tárgyakból. Vendégünk Farkas Csilla régész, muzeológus és Ringert Csaba, a Dobó István Vármúzeum igazgatója. Jó estét kívánok, sziasztok, köszönjük, hogy itt vagytok velünk. Már említettük korábban a magazin műsorunkban a szőlőművelés témájával foglalkozó kiállítást. De hogyan nyerte el ez az év virtuális kiállítása címet? Azt mondhatom, hogy kalandos útja volt, hiszen a maga a kiállítás nem virtuális kiállításnak indult, hanem szerettük volna ezt offline módon közreadni és megrendezni, és hát a kollégák elkezdték letisztítani a műtárgyakat, gyakorlatilag kitalálták a kiállításnak a koncepcióját, meg volt a forgatókönyv, és aztán kitört a világjárvány. Úgyhogy ha már dolgoztak vele sokat, akkor arra gondoltunk, hogy miért ne legyen ebből egy virtuális kiállítás. Úgyhogy éppen ezért pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Alaphoz, onnan támogatást nyertünk, és kerestünk mecénást is. Egész pontosan az SKC Holding támogatott minket abban, hogy létre tudjuk hozni ezt a kiállítást, és így a létrejött kiállítással megpályáztuk az év virtuális kiállítása díjat, amely idén először került meghirdetésre a Puszki Társaság Magyar Múzeumi Egyesület által. És hát úgy döntött a szakmai grémium, hogy a miénk a legjobb ebben az évben. Volt más pályázó is, hangsúlyozom, és mi ennek nagyon-nagyon örülünk, hiszen ez egy nagyon komoly szakmai elismerés, azt gondolom mindenkinek. És ugye az is nagyon fontos még, ezért szeretnénk ezt a kiállítást offline módon is megrendezni 2022-ben, ezen dolgozunk most majd. Remélem, milyen, hogy így lesz. Milyen más kiállítások láthatóak most az Egri vár területén? Gyakorlatilag a kiállításaink, amik eddig láthatóak voltak, ugyanúgy működnek. Most egyedül a Nagypincében a börtönkiállítást zártuk be. Megnyílt a Ziffer Sándor galériában lévő kiállításunk, és hát magán a vár területén folyamatosan dolgozunk, ugye a fejlesztések folyamatosan zajlanak. Most van kivitelezés alatt egyébként a Varkocs kapu bástyának az emeleti szintjén található kiállítás, amelyet jövő évben szeretnénk majd átadni, és hát ugyanígy szeretnénk majd, ha mondhatom ezt, interpretációs teret, tehát egy bemutató teret majd az elkészülő cipóosztóházban is bemutatni, úgyhogy ezeken a kiállításokon dolgozunk. Dobó István Vármúzeum gyűjteményei közül kiemelkedik a régészeti gyűjtemény. Most már akkor inkább arra fele kacsingatnék, hogy milyen emlékeket őriznek az ott kiállított tárgyak. Hát Heves megyei anyag elsősorban, tehát a Egri Dobó István Vármúzeumnak a hatóköre az Heves megyére terjed ki, de természetesen vannak korábbi messzebbről érkezett anyagaink is. Ezek általában ajándékok, gyűjtések, de a többsége az régészeti ásatások során került a múzeum kezelésébe. Milyen ásatások, illetve régészeti feltárások voltak a közelmúltban? Na, itt van a várva várt terület, Csillának csillog a szem. Hát nem is olyan régen volt, vagy hogy nem is olyan közel múltban volt, mert 2016-ban volt a szilvásváradi ásatás, amiből most egy kis részkiállítás is készült Szilvásváradon. Hát egy nagyon nagy élmény volt maga a hely, mert ritkán adódik a lehetőség, hogy ne alföldi területen, hanem így hegyek között folyhasson régészeti kutatás. Bocsánat, így nehezebb, hogyha nemes dombos, vagy pont, nem, hogy a... Nem feltétlen, hanem így a hegyek között vannak bizonyos régészeti történeti korszakok, amikor sűrűbb a lakosság, vagy jobban betelepültek. Ez az egyik, a másik, hogy ebben az időszakban elsősorban olyan feltárások vannak, ami valamilyen nagy beruházást megelőzőleg történik, és hát az utak azok viszonylag keskenyek, meg van határozva, hogy hol mehetnek, nem nagyon van lehetőség kitekintgetni, és itt a Szilvásváradi Lovas Központ építésekor volt egy nagyobb beruházás, ami egy régészeti lelőhelyet érintett, és itt nekünk a törvény adta kötelezettségünkből kellett feltárást és kutatásokat folytatni. És itt milyen emlékeket találtak Szilvásváradon?
Hát 7 korszaknak a települése és temetkezési helyei kerültek elő. Szinte majdnem minden olyan korszak szerepel ezen a kis téren, amikor az emberi közösségek így a hegyek közé és betelepültek. A legkorábbiak azok körülbelül 7000 évesek a neolitikum idejéből, tehát az új kőkorszak, a csiszolt kőkorszak idejéből. Aztán van egy sírunk, ami feltehetően késő részkori, ez olyan 5000 éves körül van. És aztán a késő bronzkor, itt már egyre közeledünk a időszámításunk felé, fiatalok. Ez csak olyan 3000 év. Innen került elő az a lovacska, ami apropóját adta, vagy részben apropóját adta a szilvásváradi kiállításnak is, és nagyon lelkesedik mindenki érte, hiszen lovaspályán került elő egy ilyen kis lószobrocska, ami tulajdonképpen a korszakban máshol is, más lelőhelyeken is előfordul. És aztán jöttek a kelták, Krisztus előtt második-harmadik század, aztán a római korban, Krisztus után, második-harmadik században a kvádok települtek meg ezen a vidéken. Valószínűleg, hogyha a teljes települést feltártuk volna, akkor talán egészen a 4.-5. századig folyamatosan követni lehetett volna a település életét, és aztán majd az Árpád korból is vannak emlékeink, tehát szinte kicsit így szakaszosan, de ez a szakasz, vagy ez a kis rét, vagy a völgynek, a szalajkapataknak ez a kis kitáguló völgy szakasza, ez ilyen kedvező feltételeket nyújtott annak, hogy itt számos korszakban megtelepüljenek, vagy településük legyen. Ja, és a temetkezésekről még nem is beszéltem. Egész nyugodtan. Kevés van, mert ugye a részkortól kezdve már nem a településen temetkeznek, elkülönülnek a temetők. A legkorábbi temetkezésünk az viszont még a település objektumaihoz kötődik. Egy neolit sír került elő, egy valószínűleg cölöp szerkezetes ház mellett levő agyakitermelő gödörből. Ez a részkori sír, amit említettem, hogy ez így körülbelül 5000 éves, ő magányosan feküdt ott a pálya északnyugati részén, és hát több olyan temetkezésünk volt, amit nem tudunk meghatározni melléklet alapján, mert nem volt mellette, úgyhogy nem vagyunk benne biztosak, hogy milyen korszakhoz kapcsolódnak ehhez. Természettudományos vizsgálatok kellenének, tehát a csontból kellene olyan mintákat venni, amiből fizikai meghatározással abszolút kort lehetne használni, vagy megállapítani. Viszont van még egy 5. századi sírunk, ami nagy érdeklődésre ad számot. Ez egy magányos női sír, szintén magányos női sír. Nagyon szép anyaga volt, egy úgynevezett egy ilyen állatfejes csat, csontfésű, ami szaruból van, egy úgynevezett cikáda fibula, ami egy ilyen kis rovart ábrázol, orsógomb, a csatot már mondtam, egy kés, egy vaskés, és még egy kis edény is volt mellette, és nagyon úgy néz ki, hogy az edény maga egész a Rajna vidékéig visszavezethető így forrásilag. Ezeket majd láthatjuk egyébként valamilyen kiállítás keretein belül? Hát a leletanyag tisztítása és feldolgozása még folyamatban van, mert ugye az ásatásra elég rövid határidőnk van, bár a beruházó türelmes volt velünk, tehát a nagyon sok település, maradvány, úgynevezett objektumok, gödrök, házhelyek, árkok, cölöpjukak, stb. A rettentő sok munkát adott, és így egy picit meg is csúsztunk az idővel, de a leletanyag feldolgozása az még nagyobb feladat. A tisztításuk megtörtént, és elkezdődött a restaurálása. A fémanyag egy része, főleg a bronz, a csonteszközök, azoknak a restaurálása megtörtént. A kerámia anyag az folyamatosan, vagyis a lehetőségekhez képest kerül a restaurátor kolléganőim keze alá, akik nagyon szép munkát végeznek, és ez is egy nagy feladat számukra. És akkor vannak a kisebb tárgyak, amik úgy kiállíthatóak, amiknek csak pár töredékből vannak, és ezek valóban láthatóak. És maguk a tárgyak, illetve a hozzájuk kapcsolódó tudományos eredmények, azok inkább konferenciákon szerepeltek eddig, illetve publikáció
is született róluk. Erre még azért kicsit várni kell, de akkor még a végén így mondjuk el Csaba, egy kis programajánlóként, hogy milyen kiállítás lesz a közeljövőben, mivel készülnek a Vármúzeumban. Most elkezdődött nálunk a téli szezon, ha mondhatjuk ezt a turisztikai szezonon kívül esünk már, ugye rövidített nyitvatartásra hétfőnként zárva vagyunk. A kiállításaink ettől függetlenül látogathatók a jelenlegi kiállításaink. Amire most készülünk, az gyakorlatilag a Magyar Géniusz program keretében részt veszünk mi is abba a vándor kiállítási sorozatba, ami ugye a magyar géniuszoknak állít egyébként emléket, ez országosan 7 helyszínen lesz látható, és ez a vándor kiállítás érkezik majd Egerbe is, ugye erre készülünk már most, ugye 2022-ben lehetséges, hogy hozzánk is elér, és hát folyamatosan dolgozunk a jövő esztendei kiállítási programunkon, így az előbb említett szőlőművelés öröksége és ugye a borkóstoló virtuális kiállításunk offline módon történő megrendezése, ami azért egy kicsit más lesz, tehát azért a virtuális kiállítás egy más műfaj, mint a valóságban a kiállítás. Úgyhogy ezt is szeretnénk megrendezni, ugye lehetőség szerint egyébként ezt a Szépasszonyvölgybe bevinnénk le, stílusosan ne az Egri várba legyen. És hát ugyanígy gondolkodtunk egy olyan kiállításban, a Ciffer Sándor galériában, ahol megjelennek azok a magyar romantikában készült festmények, amelyek azt gondoljuk, hogy érdeklődésre adhatnak számot a nagy közönségnek, és hát reméljük, hogy ebben akár az egri nők egyfajta változata is meg fog jelenni majd. Dolgozunk ezen is, úgyhogy vannak terveink, igen, és ezeknek az előkészítése zajlik most így a téli időszakban. Szuper, köszönjük szépen, reméljük felkeltettük a kedves nézők érdeklődését is, és köszönjük az időutazást. Köszönjük szépen. Mi is köszönjük szépen.